Itt vannak, de észrevétlenek. Látod? Erről van szó. Vannak, de nincsenek. Ezért kell vigyázni a táskádra, az értékekre, az ajtóra, az ablakra, az autódra, a spórolt pénzedre és a seggedre. Mert itt vannak ők, és mindig is itt lesznek. Tolvajok? Nem. Én nem kérem. Ki mondta, hogy használhatjátok a zsetonjaimat? A kilenc királynő egy bélyegsor a weimári köztársaságból. Hiányos, és nagyon ritka, és nagyon értékes. 300 000. Önnél vannak? Mit érdekel téged, hogy hol vannak? Ha ma fizetsz, ma el is viszed. Miért nem tartottad meg? Mert nem vagyok tolvaj. Akartam fizetni, de az anyám megbetegedett. Az anyád már meghalt. Ha bármilyen módon beleavatkozol, ha te hibádból a dolog dugába dől, megesküszöm, hogy megölnek. Te szórakozol velem, mi? Fel akarsz dühíteni? Igen? A borítékban fotók vannak a mamád számára. Igen. Azt mondtad a rendőrnek, hogy el akarsz adni valamit. Hogy ez egy üzlet. Törvényes, ahogy te mondtad. Természetesen... Elnézést! Észre kellett volna vennem, hogy az egész színjáték volt. Azért nem mindegy, hogy ki csinálja, nem?